Petőfi Sándor a 19. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez. Nagy munkát válasz magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni, saját fájdalmad s örömed, nincs rá szükség a világnak, ezért a szent fát féleted. Pusztában bújdosunk, mint hajda népével Mózes bújdosott, s követte, melyet Isten küld el lángoszlopot, vezesse a népet Kánán felé. Előre hát, mint aki költő, a néppel tűzön vízen át, átok rá, ki elhajítja a kezéből a nép zászlaját, átok rá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy megállhatunk, mert itt van már Kármán hazugság, szentelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik naphevében kétségbe se tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindegyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mindegyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilágban ragyog be minden házablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már Kármán. És addig nincs megnyugvás, addig folyvás küszködnünk kell, a halál szemeinket szeliglátsókkal zárja be, virágkötélen, sejempárnán, bocsátja a föld mélyébe. Mindegyik verszakiben. Jó, 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 jó